A kormánypárt országjáró fórumának legutóbbi szabolcsi állomása Nyírkáta volt. A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár a településen kiemelte, a kormány hónapról hónapra komoly eredményeket tud felmutatni a foglalkozáspolitika területén. 2010-ben egy jelentős, kb. 12%-os munkanélküliség volt az országban. Ez ma Európa élmezőnyéhez tartozó mutatóval rendelkezik, 3,4%-os. Az azt jelenti, hogy kb. 800 ezerrel többen dolgoznak ma, mint annak idején 2010-ben, amikor a második Orbán kormány elkezdte a működését. A fizetések jelentős mértékben emelkedtek, most már jóval 300 ezer forint fölött van a bruttó fizetés. Ennek körülbelül a fele volt 2010-ben. A szociálliberális kormány olyan mértékű adósságot halmozott fel, hogy az az ország GDP-jének 80%-át tette ki, közölte az államtitkár. Ezt hosszú évek alatt sikerült 70% alá csökkenteni. A 2010-es kormányváltás után ezért a költségvetés nem tette lehetővé a bérek rögtöni emelkedését. A települések által felhalmozott adósságállományt az állam teljes mértékben átvállalta. Ennek is köszönhető, hogy már hitelmentesen több fejlesztést is megvalósíthattak a települések az ország minden pontján. Az elmúlt 5 éves önkormányzati ciklusban a nyírbátori térség települései is sokat fejlődhettek a plusz forrásoknak köszönhetően. Nyírkáta sajnálatos módon nem jeleskedett a fejlesztésekben. Ez azért volt, mert 2015-ben Jenei Sándor polgármester úr sajnálatos halála miatt egy törés következett be az önkormányzatnál. A szocialista szimpatizáns független polgármester Lakatos Sándor nem tudta felvenni a fordulatszámot véleményünk szerint, és a település sajnálatos módon eladósodott, és mint mondottam, volt fejlesztések hiányát élhette meg emiatt. Az országjáró fórum nyírkátai állomásán a település kormánypárti polgármester jelöltje is bemutatkozott.